Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, énekeljük a 116. Zsoltár első és negyedik verseit. A 116. Zsoltár első és negyedik versét. Ez a Zsoltárunk így kezdődik: szeretem és áldom az Úr Istent. A negyedik vers pedig: nagy nyavajámban, mikor én valék. Mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, ahogy szól hozzánk Jób könyve 11. és 12. fejezeteiből, néhány válogatott igeversből. Megszólalt a naamai cófár, és ezt mondta: beleláthatsz talán az Isten titkaiba? Felérhetsz-e te a mindenható tökéletességéhez? Magasabb az égnél, mit kezdesz vele? Mélyebb a holtak hazájánál, mit is tudhatsz róla? Terjedelme hosszabb a földnél, és szélesebb a tengernél. Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: kérdezz csak meg a jószágokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat majd tudtodra adják. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tengerhalai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket. Az ő kezében van minden élőlény élete, és minden ember lelke. Hát nem kell a fülnek megvizsgálni a szavakat, ahogy az íny kóstolja az ételt. Az öreg emberek lennének a bölcsek, és a hosszú életűek mindig a megfontoltak? Isteni a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem. Ha lerombol valamit, nincs ki felépítse. Ha valakit bezár, nincs ki kiengedné. Ha elzárja a vizeket, kiszárad minden. Ha neki ereszti, elpusztul a föld. Tőle van az erő és a siker. Hatalmában van a tévejgő és a tévejgésbe vívő. Tanácsadókat tesz bolondá, és gúnyt űz a bírákból. Isten tegye áldottá az ő igének olvasását, és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában. Trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni
szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te bennek jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt, és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása, hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Most pedig testvéreim, énekeljük a 488. dicséretünket, hálát adva a mi Urunknak és dicsőítve őt. A 488. dicséretünk mind a négy verszakát énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel száll hozzád szívesen. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, végetlen kegyen. Szent vagy, kit a szentek áldnak, koronájukat letészik te előtted. Angyal és seregek térdelve imádnak, ki voltál szent vagy, áldott véghetet.
hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, amelynek alapján ma a bizonyságtételt szólni kívánom közöttetek. Írva található Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelében, az Efézusbeliekhez írott levél 3. fejezetében, a 14. verstől a 21. versig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére eljussatok. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen. Kedves testvéreim, ezt a néhány verset Pál apostol mi atyánkjának nevezik. Ennek az imádságnak 3 része van, a megszólítás, a kérés és a dicsőítés. Ezekről szeretnék most szólni közöttetek. A megszólításban kifejeződik a kapcsolatunk az Istennel. Mi már úgy hozzászoktunk Isten Atya nevéhez, mintha a legmagától értetődőbb dolog lenne, hogy mi Istent mi atyánknak nevezhetjük. Pedig ő nem természettől fogva atyánk, hanem az újjászületés erejénél fogva. Egy újonnan születés kell ahhoz, hogy atya lehessen. Ezt az újonnan születést ő előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Ezzel kezdődik az Efézusbeliekhez írott levél, hogy erről bővebben beszél Pál apostol. Nem egyszerű megszólítás tehát ez, hogy atya, hanem csak a Szentlélek munkája által lehetséges. Ahogy a rómaiaknak írja Pál apostol, nem a szolgasság lelkét kaptátok, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Mert senki sem mondhatja Úrnak Jézus Krisztust, csak is egyedül a Szentlélek által. Ahhoz, hogy kimondjuk azt, hogy Atya, Isten szent lelkének kell munkálkodnia, és Jézus Krisztusban kell meglátnunk az életünk megoldását, megváltását. El szoktam mondani ennél a pontnál mindig azt a felismerést, amikor itt a templom kertben először borultam az édesapám nyakába, már 20 éves teológusként, és akkor mondtam neki ki azt, amit azelőtt nem mertem, vagy nem tudtam neki kimondani, hogy szeretlek, apa. Ez a kijelentés, hogy Abbá, Atyám, ezt fejezi ki, szeretlek, Atyám. Ezáltal a kiáltás által visszatalálunk Istenhez abból a messzességből, amelybe nem csak elmentünk, hanem már bele is születtünk. Pál apostol úgy imádkozik, hogy imádságában Isten lelki atyasága fejeződik ki, nem is pusztán egyéni atyaság ez, tehát nem azt mondjuk, hogy én atyám, hanem úgy mondjuk, hogy mi atyánk. Ez egy széleskörű, közösségi megszólítás. Az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, hogy adja meg nektek, így olvassuk ezeket a sorokat. Isten gyermekeinek gyülekezetét nem a földi értelmű vérségi kapcsolat, tehát nem valami fajta leszármazás, vagy vér szerinti összetartozás, hanem egy másik vér szerinti összetartozás, Jézus Krisztus vére, áldozati vére összetartozása tartja össze.
Ő biztosítja kapcsolatunkat Istennel és egymással, és így vagyunk mi közös családba tartozók. Hogy a korintusiaknak írja Pál apostol, Isten kijelenti, hogy lesz nekünk atyánká, és leszünk mi az ő fiai és leányai. Ez tehát a megszólítása Istennek. Ezért mondjuk, hogy Pál apostol mi atyánkja, mert ezzel kezdi az imádságot, hogy meghajtja a térdét az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség, minden atyaság, minden lelki atyaság és lelki leszármazás menjen az angyalok között és a földön. A megszólításon túl most lépjünk tovább, és nézzük azt a kérést, amit Pál apostol megfogalmaz. A kérésben megerősödésért könyörög az apostol, hogy megerősödjön bennünk a belső ember. Van egy ilyen régi hasonlat, kép arról, hogy egy embernek két kutyája volt, egy fekete meg egy fehér, és összeeresztette őket, hogy verekedjenek egymást, ezek harci kutyák voltak, fogadást lehetett kötni, hogy melyik győz, és mindig az győzött, amelyikre a tulajdonos fogadott. Soha nem tévesztette el. Mikor megkérdezték, hogy hogy lehet az, hogy maga mindig tudja, melyik kutyája fog győzni, elmondta nagyon egyszerűen, az győz, amelyiket etetem, másikat meg éheztetem. És amelyiket etetem, az erősebb, és a párviadalban az a győztes. Így van ez a külső, illetve a belső erősítésével kapcsolatban. Mi sokat foglalkozunk a külső emberrel. Ha azt gyarapítjuk, erősítjük, kozmetikázzuk, egészen az elmúlásig, akkor azt erősítjük. De ha valaki Istentől új születést kap, az belül egy új kezdetet kap. A testhez teljesen hozzákötődő, Szentlélek nélküli emberhez képest egy új teremtés indul meg benne. Gyülekezetünk drága idős tanítónénéje fáradhatatlanul idézi azt a boldog lelki pecsétet, amit sok évtizeddel ezelőtt kapott hitbeli útjára, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. A belső ember a Szentlélek ereje előtt nyitja meg önmagát. A Szentlélek ereje előtt. A Szentlélek ugyanis a másik pártfogó, ahogy Jézus mondja, másik pártfogó, Jézushoz hasonló, méghozzá úgy hasonló, hogy ugyanabból a fajtából való, az allosz görög szó ezt fejezi ki. Úgy hasonló, hogy nem valami egészen új, hanem egy másik, ahhoz hasonló, ami már előbb volt. Azzal a Szentlélek Jézus követi, és a belső emberben munkálkodik. A belső ember a Szentlélek által megtalálja a maga célját és rendeltetését. Végbe megy az a folyamat, amit Ezékiel próféta olyan titokzatosan ábrázol, egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom a testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. A belső embernek a Szentlélek által olyan mértékben kell növekednie erőben, hogy győzelmesen tevékenykedhessen a bűn elleni harcban. A Szentlélek ezért feltárja és magyarázza Jézus Krisztust, hogy benne növekedjünk, az ő erejében, görög szó dunamis, az ő dunamisában erősödjünk meg. Ezért a folyamatért könyörög az apostol, aki ezt a kérését térden állva mondja el. Térden állva, mint ahogyan imádkoztak Dániel vagy Esdrás, István vértanú, vagy maga az Úr Jézus Krisztus, aki a Gecsemáné kertben könyörgött térden állva így. Térden állva. Ez a térdeplés kivételes komolyságot fejez ki. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk,
hogy Pál magukkal, az efézusiakkal együtt imádkozik így. Miután elmondta a tanítását a tengerparton, az efézusi vének előtt, minnyájukkal együtt térdre borulva imádkozott. Ott a tengerparton leborultak, és így imádkoztak együtt térden állva. Pál apostol mindenképpen térdelt az imádság közben. Jézus ereje, minden megváltoztató hatalma hit által lakozik a szívünkben. Ha valaki nem a hitével használja a Szent Lelket, akkor abban nem működik a Szentlélek ereje, nem munkálkodik a Szentlélek ereje. Hit által, hogy lakozzék a Krisztus, hit által a ti szívetekben. Jézus ereje, mindent megváltoztató hatalma, hit által lakozik tehát a szívünkben. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Mondja Jézus. A Szentlélek ereje által a hívő Isten szeretetében gyökerezik, és benne terebélyesedik, ahogy itt írja az apostol, hogy benne gyökerezvén, alapot vévén és kiteljesedvén használja ezt a botanikai és ezt az építészeti hasonlatot együtt a kiteljesedésre, a terebélyesedésre. A hívő megismeri, hogy Krisztus szeretete elég széles ahhoz, hogy körülvegye az egész emberiséget. Ezt jelenti, hogy megismerjétek a Krisztus szeretetének a szélességét. Az egész emberiségre vonatkozik, tehát olyan széles. A második, hogy megismerjük annak hosszúságát. A hosszúság, az idői hosszúság egészen az örökké valóságig tart. Ez a hosszúság az Isten türelme, hosszú tűrése az emberiség iránt. Ismerjük meg ezt a hosszú tűrést, amely addig vár, addig tartja a kegyelmi időt, amíg szükségünk van arra, ezekben a napokban is. Így vár az Isten, és tartja fenn a végső ítéletet, mert ilyen az ő hosszúsága, az ő szeretetének, türelmének hosszú ideig tartó mi volt. A harmadik a mélység. Krisztus szeretete elég mély ahhoz, hogy elérje a legmélyebbre süllyedt bűnöst is. Krisztus alázatos volt, megüresítette magát, és lehajolt, mélyére hajolt a bűn mélységének, hogy abból a bűnös embert megmentse. Magára vette ott a kereszten a mi bűneinket. Elég mély ahhoz, hogy mindannyiunkat elérjen ez a szeretet. És végül elég magas ez a szeretet ahhoz, hogy felemelje bármelyik hitbe kapaszkodó embert, felemelje egészen a mennybe. A magasság a mennybe irányítja a mi reménységünket. Ez tehát Pál apostolnak a kérése. És a harmadik, amiről szólnom kell, az az ő imádságának a vége. Az imádság a végén, mint ragyogó korona, Isten dicsőítése és imádása van ott. Akinek a szíve megújult, az magában tapasztalja meg Isten csodálatos eredének a legnagyobb bizonyítékát. Vannak-e csodák, szoktuk feltenni a kérdést, mindenki talán felteszi ezt, de aki megtapasztalta, hogy megváltozott a szíve, az önmagában találta meg erre a választ. A legcsodálatosabb bizonyítéka Isten hatalmának, hogy engem meg tud változtatni. Akinek a halálosan beteg lelke csodálatosan meggyógyult, az naponta Isten gyógyító erőiből él. És aki a legnagyobbat megtette, hogy ne tenné meg a többit is. És ahogyan megmentette az én lelkemet, úgy másokat is életre vezethet. Pál apostol imádsága azzal ér véget, hogy nemzedékről nemzedékre tart
Ez a munkája Istennek, annak, aki megcselekedhet mindent bőségesen, nemzedékről nemzedékre. Hát ez a munka ilyen hosszú és ilyen széles körű, az egész emberiségre kihat. Hogyan mentette meg az én lelkemet, úgy másokat is életre vezethet. Imádságunk meghallgatásában még azon is túlmegy, amit mi kérünk vagy elgondolunk. Isten az ő akarata szerint hallgat meg bennünket, mondja János apostol első levelében. Isten a bennünk munkálkodó ereje által, ami által fenntart és mindenen átsegít, mutatja meg, hogy az ő hatalmának nincsen határa. Mindent úgy tud és úgy akar irányítani az életünkben, hogy célhoz érjünk. Egyszer a világháborút követő karácsony előtti héten egy zöldségüzletben történt egy városnak a nyugati végén. Egy fáradt kinézésű asszony ment az üzletbe, és annyi élelmiszert kért, ami elegendő ahhoz, hogy a karácsonyi vacsorát elkészíthesse a gyermekeinek. A boltos megkérdezte tőle, hogy mennyit tud rá szánni, rá költeni. Az asszony ezt mondta, a férjem meghalt a háborúban, semmit se tudok felajánlani, csak egy kis imádságot. A boltos nem nagyon volt szentimentális hangulatban azokban a napokban. A zöldségüzletet nem lehet fönntartani imádságok alapján. Ezért így szólt, tudja mit? Írja le egy papírra. Oda nyomta a kezébe az asszonynak, és folytatta a munkát. Legnagyobb meglepetésére azonban az asszony maga vett elő a ruhája zsebéből egy papírlapot, és átadta a boltosnak, és ezt mondta, már meg is írtam az éjszaka, mikor örködtem a beteg gyermekeim ágyánál. A zöldséges átvette a papírt, és mielőtt felocsodott volna a meglepetéséből, már sajnálta, hogy ezt mondta az asszonynak, mit tudna csinálni az imádsággal, mit tudna rá válaszolni. Aztán támadt egy ötlete. A mérlege egyik tányérjára, a súlyok helyére tette a papírlapot, anélkül, hogy elolvasta volna az imádságot, és így szólt. Na, most meglátjuk, mennyi élelmiszert ér a maga imádsága. A legnagyobb meglepetésére a mérleg nyelve nem mozdult. Rátett egy kenyeret a másik tányérra, nem mozdult. Zavarában és meglepetésében újabb élelmiszereket rakott rá, amit csak elérhetett a polcról hirtelen a kezével, mert közben a többi vásárló is figyelte. A boltos próbált kemény maradni, de nem sikerült. Arca elvörösödött és dühös volt, mert látszott rajta az űrzavar. Végre így szólt, ez minden, amit a mérleg képes megmérni. Itt van még egy zacskó. Tegye bele az élelmiszereket, mert el vagyok foglalva. Az asszony mélyet sóhajtva, s könnyek között kézbe vette az zacskót, és kezdte bepakolni az élelmet, és közben ruhájának az ujjával törölgette a szemét. A boltos nem akart odanézni, mégis észrevette, hogy elég nagy zacskót adott az asszonynak, de az nem telt még meg egészen. Ekkor odagurított neki még egy nagy sajtot is, anélkül, hogy szólt volna hozzá. Mikor az asszony távozott, a boltos megvizsgálta a mérleget. Vakargatta a fejét, és meglepetésében fölfedezte a titkot. A mérleg eltört. A zöldséges ma már idős ember, haja fehér, de még mindig ugyanazon a helyen vakarja a fejét, mikor visszaemlékezik erre az esetre. Sohasem látta az asszonyt újra, de azelőtt se találkozott vele. Mégis egész életében jobban emlékezett az asszonyra, mint bárki másra a világon, és gyakran gondolt rá. Az esetet nem ő találta ki, még mindig megvolt neki a papírlap, amire az asszony ezt az imádságot írta. Kérlek, Uram, add meg nekünk mindennapi kenyerünket ma. Az imádság hatalma megéri, hogy Isten dicsőítsük vele, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben,
mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk. Pál apostol itt a saját tapasztalatáiból merít. Amikor Filippiben, a börtönben ült Silással együtt, így imádkoztak, dicsőítették Istent. Talán még a börtönőrre is gondoltak, Jézus szavaira emlékezve, imádkozzatok azokért, akik bántanak és üldöznek titeket. De hogy Isten még azon az éjszakán csodálatosan kifogja őket hozni a börtönből, és hogy éppen azzal a kemény és irgalmatlan emberrel együtt fognak oda térdelni Jézus Krisztus elé, az eszükbe se jutott, pedig így történt. Az Úr mindig bőségesebb módon cselekszik. Ő mindenre képes, mert hatalma van rá. Itt is a dünamisz, a robbanó hatalmi erő szerepel. Ő, Isten minden erőnek a birtokában van. Isten dicsőségét az egész gyülekezet hirdeti és dicsőíti. Azt olvassuk, hogy az egyházban legyen dicsőség Jézus Krisztus által nemzedékről nemzedékre. Az egyházban és az egész világon. Egyedül az egyházban, a gyülekezetben lakozik Isten tisztelete igazán. Itt csendül fel dicsőségesen Isten magasztalása. De Isten azt akarja, hogy ez az egész világon így legyen. A legelső távirat, amit Samuel Morse az első távirón a kipróbáláskor a világba röppentett, Washington és Baltimore között, ez volt: íme, mi nagy dolgot cselekedett velünk az Isten. Idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Egy bibliai idézet volt, ami azon a vasúti távirón végig szaladt üzenetként először a történelemben. Aztán 30 esztendő múlva, mikor New Yorkban felállították Morzének a szobrát, akkor egy beszédre kérték meg a Central Parkban, leplezték le ezt a szobrot. A 80 éves feltaláló nem mondott beszédet, hanem egy utolsó szikra üzenetet küldött. Nem volt karácsony, de ő ezt az üzenetet kopogta le: dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Aláírás: Samuel F.B. Morse. És amikor a tömeg ezt meghallotta, Isten dicsőítő énekbe kezdett. A mi templomunk harangjainak az oldalára ugyanezek a szavak vannak felírva. Hiszem, hogy egyszer meg fognak újra szólalni arra, hogy összegyűjtsék a mi gyülekezetünket. És hiszem, hogy az egész világon, még New Yorkban is, ahol talán nem emlékeznek már, de ott áll a szobor, a Morse szobor a Central Parkban, ott is emlékezni fognak arra, amire mi magyarok is, hogy adjuk meg Istennek újra a neki járó dicsőséget. Megkérdeztek egy embert, hogy hogyan fog kezdődni a világ változása. Az ember úgy válaszolt: nézzen önmagára és rám, magában és bennem. Kívánom mindenkinek, hogy a belső emberben erősödjön meg, és a szívében mondja így az apostol imádságát és az Úr Jézus Krisztus által tanítottakat. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, tiéd a dicsőség és a hatalom, az erő és az áldás. Téged dicsér minden műved az ég, föld, tengeren. Ezt énekeltük, mert háromszor szent a te neved, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Adorunk, hogy most újra gondoljunk arra, hogy milyen nagy dolgot cselekedtél velünk. Nagy dolog volt, hogy megkaptuk az életet. Nagy dolog volt, hogy gondoskodtál rólunk, gondot viseltél, hogy a mindennapi kenyerünket megadtad. Nagy dolog volt, hogy annyi minden jóval elhalmoztál, és azoknak a szeretetével, akikkel együtt örülhetünk a te nagy nevednek,
a gyülekezetben és szerte ebben a városban és szerte a világon. Köszönjük a mi nemzetünket, népünket, hogy egyét teszed a bajban. Köszönjük, hogy te vagy az, aki bölcsességet adsz és hitet, hogy megtartsuk a te parancsaidat, és azt cselekedjük a másikkal, amit szeretnénk, hogy cselekedjenek velünk, ahogy tanítottál is bennünket, Úr Jézus Krisztus, de még azon felül is, hogy imádkozzunk még azokért is, akik káromolnak, akik kergetnek, akik bántanak bennünket. Kérünk, Úrunk, hogy adj nekünk hozzád hasonló, alázatos szívet, te, aki eljöttél a mélységbe, emelj fel bennünket a magasságba, és tarts meg bennünket az Atya szeretetében, most és mindenkoron. Amen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdettem, hogy gyülekezetünk honlapján el tudják érni a gyülekezetről szóló információkat, a gyermekek így jutnak hozzá a hitoktatási anyagokhoz, a felnőttek és mindenki pedig a bibliórai és istentiszteleti anyagokhoz. Ha Isten értett bennünket, és ha még nem oldják fel a válság intézkedéseit, akkor a jövő vasárnapon ugyanebben az időben a Gyöngyösi Televízióban hallhatjuk újra az istentiszteletet, láthatjuk újra az istentiszteletet. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt szolgálatot végző Nagy Róbert testvérünknek. Most pedig énekeljük testvéreim záró énekképpen a 196. dicséretünket, annak első 3 és 7. versét, mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek, szentséges tiszteletet adjatok ő nevének. Örvendjetek ő neki, íg az isteni buzgóságban, mert köztetek és ő megelégíti lelketeket lelki kenyérrel, biztat ő igéjével, édes ígéretével. Dicséret és dicsőség légyen te néked magasságban. Dicséret és tisztesség az Anya Szent Egyházban.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.